Második alkalommal adott otthont a Fenyves tábor a Fenyves Szabad Egyetemnek. Az elsősorban Észak- és Dél-Komárom fiataljait megszólító rendezvényt a Diák Önkormányzatok Városi Szövetsége Komárom, a Martos Polgári Társulás és a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete szervezte. Észak- és Dél-Komáromi fiatalokat tömörítő szervezeteknek ez egy találkozási pont. Találkozási pont több szempontból, ahol van lehetőségünk a kapcsolatainkat ápolni, és ezáltal ténylegesen a végén el tudjuk mondani, hogy Komárom egy város két országban. Ezen felül pedig van egy konkrét feladat és konkrét cél a pályázaton belül, ami digitális tartalomgyártásban próbál segíteni a fiatalok számára különböző eszközökön keresztül. Ezen kívül oktatásokat tartunk a fiatalok számára, és különböző úgynevezett ilyen guidebookok is elkészülnek majd a fiatalok számára, amelyeket később fel tudnak használni a tartalomgyártásban. A tábor hivatalos megnyitóját augusztus 12-én pénteken tartották, de a diákok már szerdától részt vehettek érdekes programokon. A megnyitón Gál László és Janovszky Csenge közreműködött. Ilyen szomorú volt ugye Magyarország halál, amikor Trianonban szétrancsírozták. De ha akkor nem trancsírozzák szét Trianonban Magyarországot, én például soha, de soha ebben a büdös életben nem tudom meg milyen. Az a kisebbségi sors. Janovszky Csenge és Varga Levente képviselte Komáromot az idei Balatonfüredi Anna Bálon. A két fiatal csodás élményekkel és új barátságokkal gazdagodott. Csenge pedig a Bál királynő második udvarhölgye címet is elnyerte. Az, hogy képviselhettük Komáromot, mint testvérvárosi kapcsolat által, és hogy ránk gondoltak, köszönöm szépen a tanári karnak és Komáromnak is, hogy ránk gondoltak, és úgy gondolom, hogy becsülettel tudtuk képviselni a városunkat. Csenge fontosnak tartja az olyan rendezvényeket, ahol a felvidéki és az anyaországi fiatalok találkozhatnak. Éppen ezért énekelte el a megnyitón a Nélküled című dalt. Szerintem minden egyes fortéja benne van a dalban, amit most szeretnénk sugallni. És azt is köszönöm, hogy megnyithattam én ezt a rendezvényt, mert szerintem mindenki csodálattal nézte, és minden üzenetet át tudtam azzal adni, amit énekeltem. A pódium beszélgetéseket Észak- és Dél-Komárom polgármestereinek eszmecseréje nyitotta meg. Ilyenkor annak is örülök, amikor fölkarultuk a diák önkormányzatokat, és próbáltunk egy picit segíteni, így pesgést adni, lendületet adni, és bizony a fiatalok össze is fogtak, megálmodták ezt a rendezvényt. Aztán sajnos a Covid közbeszólt itt az elmúlt években, de most hál' Isten itt tudunk lenni megint, és egy olyan rendezvénynek lehetünk személy és fűteni, ahol nagyon jó előadások vannak, amellett koncertek, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ez a szabad egyetemi feeling, ami azért, ha megnézzük, elsősorban a külhonban van talán hagyománya leginkább, az most itt talán itt gyökeret ver, és Komárom egy olyan település lehet, amelyik a Fenyves Szabad Egyetemmel fölkerül majd a közéletnek a térképére, és a fiatalok közéleti térképére fog elsősorban fölkerülni. A fiatalság körében az utóbbi években nőtt a közéleti politikai tartalmak iránti érdeklődés. Emellett rendkívül rezonálnak a környezetvédelmi témákkal, mondta Kardos Laura. Nekem a Nemzeti Ifjúsági Tanács, vagyis a NIT gyakornokaként nyílt lehetőségem részt venni ezen a Szabad Egyetemen, ugyanis a NIT az egyik társszervező, és én azért vagyok itt, hogy a jó gyakorlatokat ellessem. Ugyanis azt gondolom, hogy a határon túli magyarság megmaradása szempontjából különösen fontos az, hogy legyenek ehhez hasonló események a fiatalok számára, és Komárom mindig is egy jó példát jelentett a határon túli együttműködések szempontjából. Így természetesen másoknak is ajánlom azt, hogy részt vegyenek ilyen vagy ehhez hasonló eseményeken. A második Fenyves Szabad Egyetemen minden este DJ várta a fiatalokat, és fellépett a Beneath My Skin együttes is.